17 hazai és nemzetközi díjat tudhat magáinak. Legutóbb ezek közül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Csokonai Vitéz Mihály közösségi díja. A 27 éve működő Osonó Színházműhelyről beszélünk, amely egy olyan sepsiszentgyörgyi független színházi kezdeményezés, ami szellemi műhelyként teret kíván adni a fiatal, kortárs színházi kísérleteknek. Online van velem Fazakas Misi rendező, aki 1998-tól vezeti a csapatot. A díjról, az elmúlt időszakról és persze az idei év terveiről beszélgetünk. Üdvözöllek így virtuálisan. Szép estét mindenkinek, én is üdvözlök mindenkit. Nos, a díjról. Mit jelent egy 17. díj egy társulat életében? Ugyebár az volt az indoklás, hogy az elmúlt évek kimagasló kulturális tevékenységért kapták ezt a díjat. Számunkra ez a díj azért volt nagyon fontos, mert ugye általában, hogy van, az ember elmegy egy fesztiválra, megmutatja az előadását, és díjazzák az adott előadást. Viszont a csokonai közösségi díj két szempontból volt fontos. Az egyik az, hogy maga az Osonó, mint közösség kapta, és számunkra nagyon fontos, hogy csapatban, közösségben gondolkodjunk. A másik pedig az, hogy az elmúlt évek tevékenységeinek az összegzéseképpen kaptuk. Tehát egy nagyon jó visszajelzés számunkra arra, hogy mi ugye a színházoktatás és a szociális projektekre varjuk fel a működésünket, és akkor ez egy jó visszajelzés volt, hogy igen, fontosak ezek a projektek, működnek ezek a projektek, illetve kívülről is úgy látszik, hogy ami belülről érezzük, hogy fontosak. Ugye a tavalyi év nem nevezhető átlagosnak, tele volt kihívásokkal, rengeteg területre rányomta a bélyegét, és ez a színházzal és a színházi törekvésekkel is így van. Az Osonó mégis mérleget vont. Hogy áll most a mérleg nyelve? Számunkra nagyon fontos, hogy minden körülmények között mérleget vonjunk. Mi gyakorlatilag 5,5 hónapot tudtunk működni, amúgy leállás volt. Na de ebben az 5,5 hónapban mi mégiscsak 124 eseményt, projektet, programot tudtunk létrehozni, aminek azért a hangsúlyos része a képzés volt, a műhelyfoglalkozásoknak a tartása, hogy a felnőttek, mint a fiatalok számára. A Gyulafehérvári Caritasszal van egy nagyon izgalmas szociális projektünk, hátrányos helyzetű fiatalok, dolgozunk és dolgoztunk. Budapesten nagyon sok műhelyfoglalkozást tartottunk. Tehát ez a része, ez azért működött, és ugye számunkra a színház a találkozást jelenti, és ezeket a találkozásokat próbáltuk megélni, amikor lehetett, és amikor a szigorítások, vagy pont az enyhítések lehetővé tették. És mi azért is vállaltunk be, és nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy létrejöjjenek ezek a projektek, sokszor, háromszor, négyszer át kellett szervezni, mert pont ebben az időszakban azt éreztük, hogy az embereknek szüksége van arra, hogy dolgozzunk velük, hogy eljöjjenek a műhelyfoglalkozásra, vagy megtekintsenek élőben egy-egy előadást. Az egy fantasztikus élmény volt például, amikor 7,5 hónap után újra játszhatott az Osonó élőben nézőknek, és ezeket az ünnepeket úgy érzem, hogy amikor lehetett, meg tudtuk élni. Nagy kihívás volt, hogy te is említetted, két filmet is forgattunk tulajdonképpen, a tavalyi év behozta ezt a helyzetet, mind a kettőt a Budapesti Magyarság Háza megbízásából. Az egyik az egy József Attila szövegekből történt összeállítás, amiből egyébként az idén osztályterm, illetve egy stúdiószínházi előadást is szeretnénk készíteni Muha Oszkár kollégámmal közösen. A másik pedig egy nagykárói fiatal szerzőnek a tulajdonképpen egy felvonásos drámája, László Istvánnak a drámája, és erre egy tévészínházi előadást készítettünk. Hát egy nagyon nagy tanulási folyamat volt, ahogy azt gondolom, hogy az egész 2020-as év mindannyiunknak egy nagy tanulási folyamat volt, magunkat tanultuk ebben a helyzetben. Ugye a klasszikus útvonalakat ez a vírus így elzárta, ellehetetlenítette. Nyíltak esetleg új utak? Hát egyrészt ennek a két filmnek az elkészítése, ez mindenképp egy új út volt, illetve az online tréning tartás is. Hát én nem vagyok ennek az online-nak a nagy promotorja, viszont mégiscsak olyan helyzetbe kerültünk, főleg a drámatagozatos diákjainkkal, hogy online kellett tréninget tartani, és igen, felfedeztük, hogy mondjuk önismeretet és csapatépítést hogyan is lehet online átadni vagy létrehozni, de gyakorlatilag nekem, mint társadalomvezetőnek a gondolkodásmód
gondolatban, vagy a gondolkodásmód megváltozásában érzem az újat. Ugye eddig én szerettem azt, hogy előre fél évre napra pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk, mi a dolgunk, mikor, hol játszunk, és tulajdonképpen ennek az időszaknak vége sokkal nyitottabbnak kell lenni, sokkal rugalmasabbnak kell lenni, ismerjük az elnyert pályázatokat, ismerjük a projekteket, amelyeket meg kell valósítani, és akkor lessük a szigorításokat, illetve az enyhítéseket, és amikor lehet, akkor dur neki, 3 nap alatt meg kell szervezni egy tábort, egy képzést, egy turnét a Román Kulturális Alap támogatásával. Volt egy romániai turnénk, hát ott valóban 24 óra alatt kellett átszervezni helyszíneket, mert piros lett az egyik város, vagy egy iskola, és úgy fogalmaztam a kollégáimnak, hogy arra tanított meg ez az időszak, hogy a jelenben kell lenni, és hogy idegeskedni sincs idő, mert meg kell oldani a kihívást, meg a helyzetet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mi sokat tanultunk ebből az egészből, nyitottnak lenni, rugalmasnak lenni, és fölülértékelni azt, hogy mennyire jó, amikor mi élőben találkozhatunk a nézőkkel. Vagy most például Sepsiszentgyörgyön volt egy pedagógus képzésünk is, milyen jó, amikor élőben tud megtörténni valami. Tehát azt hiszem, hogy elkezdtük mindannyian értékelni a munkánkat, és azokat a helyzeteket, amikor dolgozhatunk és tehetünk valamit az emberekért. De ugye most új év van, és új tervekkel állunk neki mindig az új évnek. Mik az Osonó tervei a következő időszakra? Szeretnénk bepótolni azokat a projekteket, amelyek elmaradtak, tehát az az igazság, hogy vannak nyertes pályázataink, viszont ugye nem volt, amikor megvalósítsuk őket. Ez egyrészt táborok, például elmaradt az interetnikai drámatáborunk, amit mi nagyon fontosnak tartunk, tehát román és magyar fiatalokat közösen táboroztatunk, mert azt gondoljuk, hogy a színház az egy fantasztikusan jó eszköz, meg nyelv erre a közeledésre, meg az önismeretre. De amint említettem, a József Attila szövegeiből készítünk egy osztályterm, illetve egy stúdió színházi előadást. Talán ez is nagyon fontos számunkra most, egy újabb kísérlet, egy újabb felfedezés. Hát az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásunk, az most már közelít a 600. bemutatáshoz, és gyakorlatilag turné vár erre az előadásra is, úgyhogy várjuk, hogy már lehessen megtenni. És ugye az Osonó, mivel szociális projekteket is létrehoz ezzel az előadással, az idén is el szeretnénk jutni olyan településekbe, ahol nagyon rég járt színház, vagy soha nem járt színházi előadás. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban, és további sok sikert kívánok az elkövetkezendő időszakban. Köszönjük szépen, minden jót kívánok mindenkinek, és lendületet!